Köszöntöm nézőnket, beszélgető társamnak, tisztelő Koncz Tibor Esperes úr, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Advent időszaka következik, azt gondolom, hogy már nagyon sokan lélekben készülnek erre, de egy picit beszéljünk az ünnep eredetéről. Mit is jelent maga ez a szó? Hát nagyon-nagyon távoli múltra kell visszatekintenünk. A magyarázata az advent ünnepének, az ünneplésének, az elsőrenden a természetes emberi gondolkodásból fakad, ugyanis az advent az a reménységnek, reménykedésnek az ünnepe, és ez a keresztény embernek a remény az egy alaplelki állapota, és minden hívő ember számára ez egy alapvető dolog, hogy az emberi életben az idő az fontos, és a jövő idő az ember, és különösen is a hívő ember életében a reménység ideje. És ezt fogalmazza meg tulajdonképpen több száz éve az egyház, hogy nekünk van okunk reménykedni, és van okunk bízni abban, hogy az Isten kezében van az idő és a jövő. Éppen ezért már az Ószövetségben megvolt a várakozás, a váradalom. A proféták hirdették mindig, hogy Isten építi azt a jövőt, ami áldott lesz. Abban a világban, amikor háborúság volt, éhínségek voltak, nyomorok voltak, akkor jó volt erről a prófétai beszédről hallani, és ez a keresztény egyházban pedig hatványozottan is megjelent, mert a keresztény egyházban nekünk konkrét ígéretünk van arra, hogy Isten hogyan fogja megvalósítani az ő üdvösség tervét. És ez az, ami meghatározza az elmúlt 2000 évet. Tehát az advent az tulajdonképpen egy létforma, hogy annak aztán lett egy ünnepes formája, lett ideje, lettek szimbólumai, az majd később alakul ki, tehát hamarabb volt meg maga a lelkiállapot, amire ráépült az ünnep, tehát nem egy ünnep lett kitalálva, amire aztán később ki kellett találni valamiféle magyarázatot. Az advent ugyanis azt jelenti, hogy valaki érkezik, konkrétan. Ez azt jelenti szó szerint. Több az, mint a váradalom, mert amikor valaki várakozik, ez lehet akár egy buszmegállóban is, lehet akár egy orvosi rendelőben is. Abban azért van egy feszültség, mert nem tudjuk, mikor kerül ránk a sor, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mikor érkezik, érkezik-e egyáltalán az, amire várunk. Ez egy annyira konkrét ígéret, hogy az adventben konkrétan meg van határozva, hogy ki érkezik, miért érkezik, mikor érkezik. Tehát egy olyan fajta váradalom, aminek tulajdonképpen a beteljesedése is biztos. Annyi benne, ami feszültség, hogy mi nem tudjuk a pontos időpontját. De hogy mégis hogyan történnek meg majd az események, ezek biztosak. Éppen ezért a múlt időben már vannak erre jelek. Hogy Isten, amit megígér, az beteljesedik. Az advent ugyanis a mi gondolkodásunkban múlt és jelen és jövő összefüggésében az Isten bizonyosan megvalósuló akaratára mutat. Erre utal például a koszorú, amit mindenki ismer, mert azoknak a koszorú található és meggyújtandó gyertyák, ezek mind-mind konkrétan erre utalnak. Azt gondolom, hogy vegyük is végig, hogy mely színnek mi a jelentése, és azt is, hogy melyikkel kezdünk, és miért azzal. Hát tulajdonképpen ez már inkább emberi hagyomány, tehát ez sehol nincs leírva, nincs előírva, hogy milyen színűnek kell lennie a gyertyának, ezért gyorsan mondom a kedves televízió nézőknek, ne okozza a lelki gondot, hogy olyan színeket hallanak, ami odahaza nincs, mert ez csak emberi hagyomány, tehát hogyha valakinek aranyszínű a gyertya a koszorún, akkor az is jó, higgyék el, ha valakinek vörös, az is tökéletes. Tehát ezért nem kell átszervezni a lakásdekorációt. Ezért nem kell elszaladni, gyorsan menni gyertyákat, mert ez csak emberi hagyomány, tehát szeretünk mi a szimbólumokban gondolkodni, hiszen azt könnyebb, sokkal könnyebb megjegyezni, mint valamilyen definíciót. És ugye az a szimbólum, amit a
adventi gyertyán látunk, az egyfelől a színnel üzen, mert a szín, ugye a lila, amiből háromnak kellene lenni eredetileg, az arra utal, hogy ez a régiek megfogalmazása szerint ez az adventi időszak a kis bőjt, tehát egyfajta önmegtartóztatás, és mindig a bőjt valamire való készülést jelent. Logikus, ha valaki érkezik, akkor illik rá készülni. Ha tudjuk, hogy érkezik valaki a családból, akár a gyermekünk, akár a szülő, akár a kedves vendég, egy hivatalos, egy potentált ember, akkor biztos, hogy előtte azért csak megnézzük, hogy még a sarkokban is ki legyen rendesen porszívózva, le legyen egy kicsit törölgetve. Ez a készülés, ez a bőjt. És hát illik ilyenkor önmegtartóztatni magunkat lelkileg is. A régiek éppen ezért például ebben az időben nem nagyon engedték az esküvőket, hiszen az valahol mégiscsak a korlátoknak az átlépését is jelenthette. Egyedül a disznóvágásokat engedték, mert enni azért szeret a magyar. Ezt már nem lehetett bele szuszakolni ebbe a törvénybe. Tehát a lila ezért van. És van egy rózsaszín, mert hogy az pedig ugye az örömnek a megfogalmazása. Ez egyébként ez így van, hogy két lila rózsaszín, aztán pedig még egyszer lila gyertyát szoktunk meggyújtani. Ugye a négy gyertya, vagy az négy hétre utal, és a Krisztus négy fajta érkezésére, tehát ezek mind szimbólumok, amikor bájosan, kedvesen meggyújtják odahaza családi körben a kedves televíziót figyelők, hallgatók a gyertyát, akkor jó, hogyha tudják, hogy egyébként ebben szakrális szimbólumok vannak, és szakrális üzenete van, mert azért négy hét az advent, mert Jézus Krisztus négy fajta érkezésére négy vasárnapon át emlékezünk. Ez nem fordítva van, hogy azért van négy hét, mert hogy négy gyertya van, és azt valahol szét kell osztani időben. Ugye ez, amit mondtam, hogy a múltban is az Isten ígéret beteljesedése, amikor megígér valamit, hogy az úgy lesz, ez első renden az ószövetségi váradalmakra utal, az első gyertya, hogy Isten megígérte, hogy meg fog születni a Messiás. Tehát ő testet fog ölteni, mert az isteni egzisztencia az ember számára mindig hipotézis, mindig feltételezés, mindig elképzelés, és Isten megígérte, hogy egyszer megmutatja, hogy ő valójában ki. Ez meg is történt Jézus születésében. Tehát Jézusban testet öltött az isteni entitás, leglényeg, emberi formát öltött föl. A második gyertya ennek a váradalomnak a beteljesedése, tehát ez a betlehemi megszületés. A harmadik gyertya, amikor az ember szívében is megszületik Jézus, megérkezik Jézus az ember életébe, és a negyedik gyertya pedig, amikor eljön ítélni élőket és holtakat. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fogalmak, ezek átjárhatóak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez olyan fajta sorrendet feltételez, hogy ezen mindenki ebben a sorban kell a lelki életében végigmenjen, mert aki Krisztus hitre jut, az utána fogja megérteni az Ószövetségnek az összes dolgát. Van egyenes út az Ószövetségből és az Új Szövetségbe, de legtöbbször ez így van, hogy valakinek mondjuk a második gyertya az, ami először föllobban a lelkében, mert megérti, hogy Jézus Krisztusban valóban a tökéletes Isten tökéletes emberré lett, és visszamenőleg azt mondja, akkor érdemes volt az első gyertyát is meggyújtani. Tehát mindig van szimbólum, mindig van szakrális üzenet, mindig van jelentés. Pontosan ezért vagyunk mi, keresztény egyházak, hogy erről szóljunk, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem mindennapos gondolata ez az életünknek. Sokkal fontosabb, hogy mi legyen a karácsonyfa alá helyezve, sokkal fontosabb gondolat, hogy ki tudjuk-e fizetni egyáltalán a gázt vagy a villanyt. Miközben van ez az ősi hagyomány, ami egyébként abban az értelemben ősi, hogy maga a gondolat ősi, de például az adventi koszorú is csak 171 néhány éves, tehát ne gondoljuk azt, hogy már Péter apostolék ezzel kezdték mondjuk az adventi időszakot. Hozzáteszem egyébként, hogy az egyik legutolsó ünnepe, kanonizált ünnepe,
a keresztény egyháznak éppen az advent és a karácsony, mert maga a feltámadás, tehát a Krisztusnak az önfeláldozó kereszthalála és a feltámadás volt az elsődleges ünnep. És aztán később lett a karácsony, és ezzel jött az advent bevezetve, ez úgy nagyjából 400-500 környékén. Én azt gondolom, hogy ez egy picit bevezette a következő kérdést is, hiszen ilyenkor az emberek egy picit jobban megnyílnak, jobban adakoznak. Talán éppen amiatt is, amit ön elmondott, ezek miatt a gondolatok miatt, hogy magában néz egy kicsit az ember, és szeretne másokon is segíteni, ha lehetősége van rá. Minden évben a Református Egyháznál is vannak gyűjtések, iskolákban is, és ezen kívül is. Gondolom ez idén is így lesz. Igen, hát ennek a szerintem, ez csak magánvélemény, az egyik motivációja, amellett, hogy ugye az Isten ajándékozó szeretetéről szól, és ilyenkor mindig, amikor az ember azt hallja, hogy kapott érdemtelenül, akkor talán elgondolkodik rajta, hogy ő miért ne adhatna. És miért ne adhatna azoknak is, idézőjelben, érdemtelenül, akiket nem is ismer. Ilyenkor szeretünk jók lenni, vagy úgy érezzük, hogy tudunk mi jók lenni, mert ha velünk szemben is ilyen jó volt a mindenható, akkor mi miért ne lehetnénk? Ez az egyik. A másik pedig, én szerintem van egy másik motiváció, ezért mondtam, hogy ezt mondhatom, hogy zárójeles, vagy jegyzőkönyvön kívül mondom, hogy lelkiismert furdalásunk van. Tehát nagyon sok emberben benne van az a lelkiismert furdalás, hogy mitől van az. Nyilván tudjuk, hogy rengeteget dolgozunk, rengeteget kell érte helytállni, hogy legyen, de ez nem magától értetődő, hogy nekünk a körülmények ellenére is mennyi minden van. Mert mivel vagyunk mi értékesebbek, miért vagyunk mi méltóbbak arra, hogy ilyen körülmények között élhessünk, mert az őseink dolgoztak ezért, hát ők védték meg ezt az országot, ők a letéteményesei. Ha most azt mondanám ma, hogy kedves reformátusok, kedves római katolikusok, építsünk már meg egy ugyanakkor a templomot, mint amiben most lehetünk, akkor lehet, hogy hamar leadnánk azt hiszem a szerelést. Tehát mi indokolja? És közben pedig vannak olyan világrészek, meg olyan országok, meg olyan nemzetek, meg olyan etnikumok, ahol mizerábel és borzasztó életkörülmények vannak, és ilyenkor van bennünk egy ilyen lelkiismert fordulás, tehát ez is azért motivál. Ez jól van így. Ezt azért hadd mondjam, hogy ez jól van így, mert nekünk reformátusoknak van a magunk hitvallás ismeretében egy ilyen gondolatunk, hogy van egy úgynevezett generális vagy általános Istenre reagálás, ezt úgy kell érteni, úgy tessék érteni, hogy a világon ehhez mindenki eljuthat, hogy valahol megérzi azt, hogy az Isten létezik. És ennek egyik, ezen szoktuk mondani, a természetből, a történelem menetéből és a lelkiismeret furdalás jelenlétéből az ember ráeszmél arra, hogy több az ember annál, hogy molekuláknak és szöveteknek és szerveknek az összessége. Tehát, hogy valahol az, hogy a természetben megmagyarázhatatlan dolgok vannak, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mi annyira kis butusok vagyunk, hogy még nem jutottunk el a tökéletes működtetésére és megértésére a természetnek. Sose fogunk eljutni, mert része vagyunk a természetnek. Tehát nagyon nehéz úgy kiismerni a természetet, hogyha része vagy. Hogy benne vagy a rendszerben, nem tudsz kívülálló lenni, sőt, befolyásolod. És a legtöbb tudós eljut odáig, hogy na itt megállt a tudomány, ezt már nem lehet nagyon tovább magyarázni, és erre szokták mondani, hogy a természettudomány poharában az első korty megtermi az ateizmust, de a pohár legalján meg ott van az Isten. Tehát ezt mi valljuk a történelemnek a dolgában is, hogy egy ilyen kis nép, mint mi vagyunk, mi tudjuk, hogy nagyon nagy nép vagyunk, de ezt nem tudják körülöttünk sokan, annyi ellenséggel, annyi rossz indulattal körülvéve egy medence alján, úgyhogy átjáróház ez a Kárpát-medence, egy rokon nélkül a környéken mi 1100 éve itt tudunk lenni, és prosperálunk. Az maga a csoda. Ahogyan a zsidó nép is.
Az maga a csoda, hogy annyi ellenséggel, annyi üldözéssel együtt egy prosperáló nép, maga a csoda. De ez, ha végig gondoljuk, hogy ha lenne ott, lenne fogadási tét, hogy mondjuk visszalépve mondjuk 500 vagy 1000 évet, hogy melyik nemzetre adták volna az emberek a voksukat, hogy biztosan fönn fog maradni, hát lehet, hogy a morvákra hamarabb adták volna, az avarokra hamarabb adták volna, mert azoknak általában van rokon, mi meg ide jöttünk, és itt vagyunk, és befogadjuk, és befogadtuk azokat az erős nemzeteket, a kunokat, akiknek saját maguknak is óriási országuk volt, és bennünk is együtt ezek a nagy népek, vagy a jászok tudnak élni, és prosperálunk, és adunk a világnak, nem elveszünk, nem gyarmatosítunk, hanem magunk termeljük. Ez a történelem útján való Isten bizonyíték, és mondom, a harmadik pedig ez a lelkiismeret. Mert még annak is van lelkiismeret furdalása, aki azt mondja, hogy nincs is lelkem. Akkor meg hogy van ez? Na és ez mondom, hogy nem rossz, mert az emberekben, ha megmozdul a lelkiismeret, ami az egyik ugye a hála, a másik pedig a lelkiismeret szava, az arra utal, hogy többek vagyunk, és van remény, többek vagyunk. Igen. És tehát lesz, és sőt már van. Folyamatosan gyűjtjük, megszokott módon egyrészt az intézményeinkben, de bárki beérkezik hozzánk, hoz olyan tartós élelmiszert, amit maga is szívesen kapna, akkor azt mi betesszük a dobozba, elviszük a központba, ez egyébként a Református Szeretett Szolgálatnak az egyik központja, az nem messze tőlünk van, Kabán. Ott deponálják, és akkor az igényeknek megfelelően eljuttatják, ahová kell. Ez most nem csak külországban, tehát értve ez a Kárpátalján, hanem itt bent, a mi országunkban is azért vannak olyan területek, ahol bizony most jól fog jönni. Én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy elmondjuk itt nézőinknek is, hogy akinek esetleg csak egy liter olajra futja, az is nyugodtan keresse önöket, tehát nincsenek ilyen összeghatárok, meg hogy 10 kilós csomagot kell. Tehát én azt hiszem, hogy a szándék, maga az a szándék nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos mondat volt, és ez egy jó mondat. Tehát az, hogy mi dobozba tesszük, az nem azt jelenti, hogyha valaki nem tud egy doboznyit összegyűjteni, és ennek azért vannak fizikális okai is, hogy nem tudja, hiszen valamit nem lehet megvenni például. Akkor az azt jelenti, hogy ami van, az behozza, és akkor több ember egy doboznyit összetud. Nem az a lényeg, hogy mi most egymással versenyezzünk. Mi csak együnk, hogy én most 10 kilót vittem. Főleg nem is fogjuk ráérni a dobozat, tehát ezt már most mondom előre. Hanem egyszerűen, hogy adjunk lehetőséget egy olyan családnak, vagy családoknak, akiknek most ez nem kérdés, most ezt nem kell eldönteni, hogy ez a saját hibája, miért nem úgy dolgozott, mert miért nem úgy tanult, ezt most ne kezdjük el, ezt engedjük el. Ha adhatunk, akkor adjunk, és akkor van egy ilyen bibliai ige, hogy ne tudja az egyik kezet, hogy mit csinál a másik. Hát most ez erről szól, mert tényleg nem tudjuk, hogy én nekem elképzelésem sincs, hogy az, amit én teszek abba a dobozba, az hova megy. Az a jó. Mert még az a kísértésem sincs, hogy leellenőrizzem, hogy jól éle vele vagy sem. És azért én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy alulról kezdődik önöknél ebben is az építkezés, hiszen már az általános iskolások, középiskolások is gyűjthetnek, és azért itt beszéljünk a személyre szabott kis dobozkákról, kis cipős dobozni méretű dolgokról, hiszen Igen. Itt azért csak annyit kell odaírni, hogy nagyjából, amit belerakott, azt nem, csak hogy kislánynak, kisfiúnak és egy életkort, hiszen azért egy 13 éves nem biztos, hogy örülne egy mesekönyvnek, vagy fordítva, tehát azt hiszem, hogy akik kész csomagot szeretnének vinni, azoknál csak ennyi korlát van. De ez megint egy bölcs gondolat, annak, aki ad, meg annak is, aki kapja. Hogy tudja, hogy hova, kiknek szánja. Tehát az, hogy van egy doboz, amiben most mindent beleteszünk, és akkor aki megkapja, az meg azt gondolja, hogy ezt nekem, nem is nekem szánták. Holott nyilván senki nem tudja, hogy hova fog kerülni. Ezt segíti, hogy a gyűjtést, meg az érkeztetést is, ez az elv, hogyha tudom, hogy egy 6-8 éves kislánynak gyűjtök, akkor nyilván nem teszek bele olyat, amire ő akár mennyire is örülni fog, de hát haszontalan lesz.
Ugyanígy fordítva is. Tehát amikor érkezik egy csomag, és most van 20 csomag, akkor annak a kislánynak, hadd segítsünk már annyit, hogy olyat keressen, amire rá van írva, hogy ezt tulajdonképpen neked szánták ismeretlenül. Tehát ez megint egy jó gondolat volt, ezt aki kitalálta, az nem volt buta ember, azt kell mondjam. És hát azért szoktak lenni jótékony rendezvények is. Itt beszélhetünk a Nőszövetségről, akik azért nagyon aktívan részt szoktak venni, és vannak azok, akiket meg szoktak látogatni az advent időszakában, az idősebbeket, a betegeket. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor sem feledkezünk el róluk. Hát pontosan, tehát ilyenkor kell igazán gondolni rájuk, hiszen hát én még elég messze vagyok ettől a kortól, de azért van a családomban, aki idősebb, Istennek hála. Hát azért másképp élik meg ezeket az alkalmakat. Rengeteg veszteség van a lelkükben, a tudatukban. És felgyorsult a világ akármennyire, és azt mondjuk, hogy olyan autóink vannak, hogyha én beülök, és elhatározom, hogy Nagykanizsán meglátogatok valakit, akkor 4-5 órán belül ott tudok lenni. Egy nap alatt meg tudom járni. Most gondoljuk arra, hogy Petőfi Sándor 6 hétig igyekezett följutni Pestre. Volt is ideje megírni a verseket, tegyük hozzá. Tehát volt ennek előnye volt is. Volt előnye is, meg a csillagos eget bámulni. De ezt ma már nem tehetnénk. Ennek ellenére hiába vannak ilyen lehetőségek, nem jutunk el egymáshoz. Na most egy ilyen helyzetben, egy ilyen millióban, egy figyelmesség, egy odagondolás, és ennek az asztalra tehető eklatás, tehát látható formája, én szerintem az nagyon fontos. És hogy egyébként ezt meg lehetne máskor is tenni, de most erre van egy ilyen felszólításunk is, azt gondolom, hogy jól kihasználja a Nőszövetség, de emellett természetesen, amikor vannak ezek az alkalmak, vagy gyerekműsor van, vagy pedig meghívunk valakit, akkor annak a bevételét is úgy forgatjuk vissza, hogy nyilván mi is ebből élünk, de tudni kell ilyenkor azt mondani, hogy van, aki jobban rászorult, és akkor azt átengedjük. Én azt hiszem, hogy ezek a nagyon fontos gondolat, amit mondod, hogy tudni kell átengedni, és a kicsiből is tudunk adni, ha akarunk. Ha az akarat megvan, akkor pedig mindenre képesek vagyunk, ahogy ön is mondta. Lesznek-e olyan alkalmak, amelyre már most készülnek? Tehát mondta, hogy lesznek vendégek, igen, akiket meghívnak az iskolások, már bizonyára folyamatosan készülnek. Folyamatosan. Tehát ezek azok az idők, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki végig akarja velünk járni ezeket a programokat, akkor az töltekezhet egy évig, hiszen gimnáziumi műsor lesz, kisiskolásoknak, óvodásoknak műsor, folyamatosan lesz. Tartunk adventi evangelizációt, hogy azok számára, akik egy kicsit a lelki mély szántásban is részt akarnak venni, hogy ne csupán felületesen azokkal a szlogenekkel találkozzanak, amik egyébként ilyenkor nagyon szépen el vannak puffogtatva. Van egy mondás, hogy meg kell tanulni vágyakozni arra, ami amúgy is a miénk. Ugye ezt egy írónő, egy aktivista, Simone Weil, ha jól emlékszem, ő mondta. Tehát aki a felületes mondások, és tényleg a reflexzerű kívánságok meg megfogalmazások mellett szeretne mélyre is jutni, annak például adventi evangelizációt tartunk, ahol egy nyugalmazott esperes, Takaró Tamás esperes úr fog szolgálni, és ott biztos, hogy lesz olyan gondolat, ami megváltoztatja az életét. Tehát rengeteg programunk lesz. Én azt kell, hogy mondjam, hogy az előkészületek alapján lesz bőséggel lehetőség ünnepelni azt, akiért van ez az ünnep, és ünnepelni azt, hogy még ünnepelhetünk, és nem robbantanak a fejünk fölött például. Ez is egy nagyon fontos. Viszont lelkészként ön hogyan éli meg, hiszen az emberről beszélünk egy picit, hiszen elmondtuk, hogy másoknak hogyan próbálja az adventet és a vágyakozást, várakozást előkészíteni, de Koncz Tibor, mint Koncz Tibor, ezt hogyan éli meg? Hát úgy, hogy tulajdonképpen része vagyok a rendszernek, tehát nem tudok én ettől független lenni. Pontosabban azt kell, hogy mondjam. Nem baj, nem. Hát meg ez egy számomra, én nem tudok más lenni, mint Koncz Tibor lelkész.
Nincs olyan, hogy vasárnap lelkész vagyok, másnap pedig tanárbácsi, tehát ilyen nincs. Hanem úgy van, hogy ez számomra is egy lehetőség, meg lelkészek számára is egy lehetőség, hiszen ilyenkor nyitottabbak az emberek, tehát nyitottabb a lelkük, nyitottabb a, inkább így mondom, hogy nem akadályozzák azt, hogy ezekről a szent dolgokról beszéljünk nekik. Nem gondolják azt, hogy na ennek lejárt az ideje. Nem mondják azt, hogy ez nem ide való. Hát azért lássuk be, hogyha én kimennék a karcagi strandra mondjuk július 8-án, amikor 38,6 fok van, és erről kezdenék el ott beszélni, hát egy kicsit nézegetnének rám, hogy vagy eltévedtem, vagy más. Vagy azt mondanák, hogy lelkész, és akkor igazándiból de nem, azt mondanák, hogy nincs itt a helye. Igen. Nincs itt a helye, most inkább sörözzünk. Azért ebben az időszakban sokkal inkább van nyitottságnál. Tehát nekem ez egy lehetőség, ez felvillanyoz, hogy na hát akkor most erről beszélhetek, most is beszélhetek. Nyilván ez is egy lehetőség, és amikor van rá vevő arra, amit csinálunk, azt mindig szívesebben csináljuk. Tehát nem tudok más lenni, akárhol vagyok, mint az, akinek adtam magamat, meg akinek elhívásra kaptam lehetőséget az Istentől, és ez nekem egy lehetőség. Akkor lesz majd igazából, vagy hát nem szokott lenni, de mint visszazuhanás a valóságba és a földközeli állapotba, amikor mindezen túl vagyunk. Mert ez az ünnepek utáni kis tompaság az majd január 3-án, 4-én, ha akkor találkozunk, akkor ne csodálkozzon, hogy nem csillog úgy a szemem, mert akkor túl leszek már ezeken. Igen, épp azt akartam egyébként itt a végén mondani, hogy ahogy erről beszélgetünk itt jó néhány perce, olyan csillogó a tekintete, hogy igazándiból én remélem, hogy ez nézőinknek is átment a képernyőn, hogy fontos erről, hogy beszéljünk, és tényleg mindenki gondolkozzon el azon, amit ön mondott, és készítse fel a lelkét is ezekre a szép napokra. Én azt kívánom, hogy a református gyülekezet minden tagjához tudjanak eljutni, azokhoz is, akik betegek, azokhoz is, akikre most szükség van, hogy egy picit lelkileg is támogassák, esetleg kis csomagokkal, és hát azt is kívánom, hogy sok olyan csomag érkezzen, amit szét tudnak osztani. Igen, hát ebben köszönöm is a segítségüket. Biztos vagyok benne, hogy sokan lesznek azok, akik most fogják megérteni, hogy ők ebben részt vehetnek, hogy nem azon az oldalon kell állni, több oldal is van, de nem azon az oldalon, hogy ehhez nekem semmi közöm, nekem sem adott senki, nem kaptam semmit, én mindenért megdolgoztam, miért kérdezik? Tehát ez van azért olyan idő, amikor az ember minőségünket ezzel bizonyítjuk. Ez most az. Ilyenkor anélkül, hogy meg kéne magyarázni, ez is fontos. Mert hogyha valaki, még egyszer mondom, május 26-án hozna egy csomagot, hogy tessenek szíves lenne eljuttatni, én is néznék, hogy ezt most milyen apropóból, de most nem kell. Most lehet úgy, hogy csak le kell tenni az asztalra azt a kevéskét, és akkor mi megköszönjük, és jó helyre fog menni. Úgyhogy köszönöm is a segítséget. Mi pedig köszönjük a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet.